város mindenki kezdeményezi azt, hogy a jövőben ne lehessen gyerekes családokat kilakoltatni. A történetben az az érdekes, hogy alapvetően most sem lehetne, hogy akkor mégis miért kell törvénymódosítás. Arról fogunk beszélgetni Tóth Fannival és Magyari Tiborral, a város mindenki két aktivistájával. Jó reggelt! Jó reggelt! Szóval mi az alaphelyzet most a törvényi szabályozás tekintetében? Az a helyzet a jelen állapotban, hogy ugye a kilakoltatási moratórium a választások utánunk itt tart, május 1-ig, hát április 30-ával lejár, viszont ez a kilakoltatási moratórium nem vonatkozik az olyan családokra, akik például önkényes lakást foglalók. Uh-huh. És közülük is nyilván sokan kisgyerekkel élnek hát, a lakásokban. Hát a legtöbb családban általában ezek nagyobb létszámú családok, ahol nem egy gyerek van, hanem nagyobb létszámú. Tehát 2-3 gyermek van, vagy van, ahol 4-5, érti, és akkor ezeknek az embereknek próbálunk egy érdekvédelmi tanácsokat adni, hogy hogyan tudnak ők a saját érdekükben föllépni, hogy meg tudják akadályozni a kilakoltatásukat, lakásvesztésüket. Volt, hát nem volt, hanem tulajdonképpen szombaton kezdődött az a kampányuk, amire erre szeretnék, vagy amin keresztül erre szeretnék felhívni mindenkinek a figyelmét. Feltételezzük, hogy a törvényalkotó figyelmét, aztán a leginkább, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy gyermekes családokat kilakoltassanak. Hogyan képzelik el ezt a kampányt? Mert ugye akkor minden kampánynál jó ez a kezdeményezés, mi lesz a folytatás? Most törvénymódosító javaslatot szeretnénk benyújtani. Ugye sajnos a tavaszi ülésszak elég rövid, de azt gondoljuk, hogy mint ahogy már volt példa a múltban, hogy elég hamar lehet törvényeket hozni, módosítani, így szeretnénk elérni azt, hogy ez a törvény is, ugye a kilakoltatási moratórium lejárta után se lehessen, mert nyáron sem egyszerűbb utcára kerülni gyerekekkel, tehát hogy akkor sem lehessen kilakoltatni. Tehát akkor ez egy folyamatos így dolog igaz. Lenne. Így igaz. Ugye említette, hogy az önkényes lakásfoglalóknál ez különösen probléma. Hogy lehet itt a társadalom igazságérzetének és a szociális kérdéseknek egyaránt teret adni, mert nyilván valaki mondhatja azt, hogy jó, de hát, hogyha valaki beköltözik önkényesen valahová, az tényleg nem jogszerű, ugyanakkor az meg mindennek az alja, hogyha egy gyerek sínyli meg ezt a helyzetet, aki nyilván nem tehet róla. Hát a 97-es gyermekvédelmi törvény, az kimondja, hogy gyermek nem kerülhet az utcára. Viszont ugyanakkor egy önkényes lakásfoglalónál például nem elfönt az önkormányzatnak az elhelyezési kötelezettsége. Most nagyon könnyen válik valaki önkényes lakásfoglalóvá, például azzal, hogy van egy meghatározott idejű lakásbérleti szerződése, amit egyszerűen az önkormányzat nem hajlandó meghosszabbítani, és már is ott van, hogy önkényes lakásfoglaló lesz, ha nem adja el az ingatlant. Hát igen, de a klasszikus önkényesekre ugye azt szokták mondani, amikor valaki valamilyen üresen álló ingatlanba beköltözik, ugye hát itt a heti napló riportjában ugye láthattuk is, hogy ott a Hős utcában milyen áldatlan állapotok uralkodnak, vagy alakultak ki az elmúlt években. Azt szeretném öntől még megkérdezni, mert ugye különböző összefoglalókban nagyon sokszor hivatkoznak a financiális háttérre. Mert hogy nincs erre pénz. És készítettek önök egy ilyen összehasonlító statisztikát, hogy míg a vízes VB-re, nem tudom én, több mint 140 milliárd forintot fordított a kormány, addig a lakásszegénységre összesen 40 milliárdot. Tudják-e azt önök, hogy egyébként hány milliárd forintból lehetne teljes egészében felszámolni hazánkban ezt az úgynevezett lakásszegénységet? A támogatásokat és a mindenféle anyagi, nem is ösztönzők, hanem támogatásokat, azok 2015-ben megszüntették, tehát 3 éve. Ez azt jelenti, hogy ez alatt eltelt időben konkrétan egy VB költségvetéséből fenntarthatóan lehetett volna támogatási rendszert kidolgozni. Például
a lakásfenntartási támogatást, ami 6000 forint volt, ez nevetséges, mondjuk, hogy nevetséges összeg, ez nem egy támogatási összeg. Azt szeretnénk, hogy még a közpénzek 80%-át a középosztálybeli jobbmódú családok lakásszerzésének a támogatására költik, addig ne hagyják, hogy kisgyermekes családokat kilakoltathassanak. Igen. Azért kiegészítenem a kolléganőmet, itt a 80% alatt azt kell érteni, hogy a befizetett közpénzeknek a 80%-a az jobbára a felső középosztályt érinti, mert ők tudják igénybe venni, és nem az a maradék 20%, aki szegénységben él. Itt gondolok a csókra például, és a különböző hitelkedvezményekre, amit az állam biztosít az önkormányzatokon keresztül. Volt itt egy konkrét eset az elmúlt napokban, a kőbányai kilakoltatás, ahol ugye egy olyan családról volt, ahol 4 gyerek van, köztük egy hónapos pici baba is. Igen. És ha minden igaz, akkor csak a város mindenki aktivitásán múlott, hogy nekik most van fedél a fejük fölött. Az ilyen esetek tényleg azon múlnak, hogy egy civil szervezet mennyire hangosan tudja képviselni az érdeküket, mert ők sem tudják, hogy jogszerűen, ami velük történik? Sajnos az ilyen esetektől az igazság, hogy ilyenkor veszi át egy civil szervezet például az önkormányzatnak a feladatát, amikor a nyilvánossághoz fordulva segítséget kér a társadalomtól, hogy gyakoroljanak nyomást magyarul az önkormányzatra, hogy ne történjen meg a kilakoltatás. De és akkor most velük mi van? Most jelen pillanatban felfüggesztették a kilakoltatást, ugyanúgy ott tartózkodnak abban az ingatlanban, és... És a moratórium után meglátjuk, hogy mi történik. Meglátjuk, hogy mi lesz, de addig még... sok dolog fog történni, mert annyit kell tudni a Bihar utcán 8 élről, ezt egy mondatban elmondom, hogy a kőbányai önkormányzat úgy döntött, hogy ezt az épületet lebontja. Ezelőtt 5 éve úgy tudták, hogy 700 millió forintért. És egyik napról a másikra a jegyző életveszélyesen minősítette az épületet, és ekkor döntött, hogy a kőbányai közgyűlés, hogyha lehet, akkor ezt az épületet szanálják. Viszont itt már a maradék lakók, mert már közben, menet közben... Többen kiköltöztek onnan? Kilakoltatták őket, és a lejáró szerződéseket meg egyszerűen nem hosszabbítják meg. És most lett önkényes lakást foglalni. Így igaz. És hogy lesz egy ingatlan 700 milliós felújítás után lakhatatlan? Nem végezték el teljes körűen a felújítást sajnos, tehát például a tetőt és a függő folyosót. Ja, tehát azt, akkor ez jogos, hogy ezt mondja az önkormányzat? Részben mi azt gondoljuk, hogy egyébként fel lehetne úgy újítani, egyébként olcsóbban, mint hogyha lebontanák, és megmaradna a lakás is a családok feje felett, hogy tényleg ne legyen szükség arra, hogy azt a rengeteg embert kisgyerekekkel kilakoltassák. Hányan laknak most ott? Hát most jelen pillanatban 36 család él már, mert a többit már kiköltöztettek. Ez egy eredetileg úgy kell elképzelni, mint a régi ferencvárosi dzsumbújt, egy ilyen U-alakú épületen, ahol 72 család volt, lakott, és most már a fele van csak ott, mert a többiek már, mondom, vagy kilakoltatták őket, vagy elmentek. És az a folyamatosan történnek a kilakoltatások is. Mondja Fanni. Igen, igazából, hogyha valóban veszélyes az ott lakókra nézve, akkor is pontosan ezzel a törvénymódosítóval azt szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatnak kötelessége legyen elhelyezni ezeket az embereket, ezeket lenne a családokat. Lenne egyébként erre lehetősége az önkormányzatnak? Ha akarná, meg tudná oldani? Hát akarná. Hát minden akarat kérdése. Nagyon minimális a lakásállomány, de még mindig elég lenne, hogy elhelyezzék azokat az embereket, akiket kilakoltatnak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.